Sziasztok! A mai videóban egy olyan sminket fogok nektek bemutatni, ami tulajdonképpen olyan, mintha nem is viselnétek sminket. A sztárok közül Katie Holmesnak szokott ilyen nagyon kifinomult megjelenése lenni. Miután hidratáltam az arcbőrömet, eltüntetem a karikáimat egy korrektor segítségével. A belső szemzuktól haladok kifelé. Miután a karikáimat eltüntettem, egy kevés BB-krémmel egyenletessé teszem a bőrömet. Az arc közepétől haladok kifelé, ez az a rész, ahol leginkább pirosodásra hajlamos a bőr. Azért BB-krémet használok, mert nem csak elfedi a pirosságot, de ápolja is az arcbőrt, és mivel természetes megjelenést szeretnénk elérni, ezért ez pont tökéletes fedést biztosít. Egy barnás színű szemhéjfestéket fogok használni. És egy puha ecsettel viszem fel a szemhéjamra. Szempillaszpirát használok, hogy nyitottabb legyen a tekintetem. Egy keveset az alsó pilláimra is használok. A T-vonalamra egy kevés púdert rakok, hogy a csillogást tompítsam. Itt az orcákon meghagyom a természetes ragyogást. Az orcáimra egy rózsaszínes színt fogok használni, ettől friss lesz a megjelenés. Hogyha mosolyogtok erre a kiemelkedő alma részre, tesszük a pirosítót. És az ajkaimra egy természetes színű ajakápolót fogok használni. És el is készült ez a szinte láthatatlan nappali smink.